Sziasztok! Egy gyors bejelentkezés, egy olyan infót szeretnék mutatni, vagy mondani, amit már sokszor elmondtam, de szerintem nem igazán figyelt mindannyiótok oda, és ezt most külön egy blogba szeretném nektek így leadni. Ugye folyamatosan indítalak el benneteket, ilyen-olyan fejlettségi színben vagytok már, nagyon jó haladtok, viszont mindenkinél fölmerül egy bizonyos kérdés, hogy ütősen hogy bírjak elindulni, tehát ütősen hogy bír elindulni ez a mai téma, és ezt egy ilyen, hát szerintem egy 30 percbe belefér, úgyhogy sietni fogok vele. Szóval ott vagy, beléptél hozzánk, szeretnéd a te saját cégedet kivinni ugye online, ezért léptél be, és ezért kértél segítséget tőlünk. Nagyon gyorsan megvan a weboldalad, ugye az összes infót elkérjük, az alapján fölépítjük úgy az oldalad, hogy a te egyéniségedre legyen. Most nagyon fontos az, hogy nem a céget kell ugye reklámozni, amiben vagy, hanem a te egyéniségedet, a te márka nevedet kell itt fölépíteni. Magyarul egy kapuoldal, ami rólad szól, a te hirtelen megtalálod valamitről, tehát egy olyan megoldásról fog szólni az oldal, ami egyszerűen nem akarod, hogy benned maradjon, és ezt így ki akarod az embereknek nyomni, hogy gyerekek, találtam egy olyan dolgot, ami egyszerűen hihetetlen, keresgéltem, 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 megtaláltam. Tehát ez egy, nem egy megmondó oldal lesz majd, hanem a te saját márka nevedet, hogy mire bukkantál, ez egy olyan oldal lesz. Na most, oké, megvan az oldal, föl van építve, mindennel, bannerektől kezdve, tehát minden föl van építve, és el akarsz kezdeni egy ütős kezdést. Most ugye maga az értékesítő törzsé, az egy több lépcsős folyamat, amit folyamatosan fejlesztünk, és az alap weboldal, ez egy része a te értékesítési törzsérednek csatornának. Ugye itt még nincsenek föliratkozó panelek bent, meg nincsen hírlevélbe állítva, mert ugye a hírleveleket meg kell írni. És akkor a következő kérdés, ugye, hogy mi legyen a hírlevélben? A hírlevélbe egy történet kell, hogy legyen, ami veled történt, hogy hogyan jutottál el odáig, hogy egyszerűen ezt az egész megtalálást, amit te kerestél, kerestél, és találtál egy megoldást, hogyan jutottál el idáig. És ez a hírlevél sorozat, ez nem más, mint egy felismerés sorozat a tesztről. Írjátok fel, hogy tesztelek végig, tesztelek. Na most, az, hogy megértsétek ezt, ugye nagyon sokan táplálékkiegészítősök jöttök, akik szeretnének valamilyen táplálékkiegészítőt ugye eladni sok embernek, és akkor nem akartok spamelgetni, hanem ugye mi rendszerünkön belül hogyan kell ezt csinálni. Mondom a titkos információkat. Ugye tudjátok nagyon jó, hogy az emberek, hogyha megkapnak egy valamilyen doboz, tudja, táplálékkiegészítő történetet. Nem a doboznak a tartalmára kíváncsiak, hanem hogyha, mit tudom én, megeszek egy ilyen C-vitamint, hiába van ráírva, hogy 1000 mg-os, nem fogtok tőle hasra esni, de azt mondom, hogy ebben a náthás időben, ha én 20 percenként, vagy fél óránként, vagy óránként különböző adagokba akár egész 10.000 mg C-vitamint beveszek, hogy milyen hatással van rám, hogy tudok én akár majdnem lázas esetben is edzeni, és mégis nem lerobbanni. Nagyon sokan akkor megkérdezik, hogy milyen C-vitamint szedsz. Nem az RDL százalékok, hanem hogy én hogyan tudtam úgy edzeni például a múlt héten, hogy mindenki le volt körülöttem gatyásodva, és mégis a saját, úgymond, influenzásnak tűnő tüneteimet át tudtam fordítani. Nem, ágyba fekvésbe, hanem még edzettem, és még jó is éreztem magam, hogy ez a megfázásos dolog történt, mert másképp kellett edzenem, és ki tudtam szó szerint izzadni belőlem, vagy magamból a mérgeket egy bizonyos cuccnak a segítségével. Értük? Tehát az egész egy sztoriról szól, egy hatásról, ami az emberek figyelmét fölkelti. Ez, hogy te most a fogyásra teszed rá, vagy az, hogy mit tudom én, a vérnyomásod
nek a stabilizálását hogyan oldottad meg, ez lényegtelen. Na most ugye, most kifejezetten táplálékkiegészítős üzletekről beszélek most, mert ez nagyon jó példa erre. Na most, amikor te valamilyen táplálékkiegészítős üzletbe beléptél, akkor nem azért léptél be, mert mit tudom én, mert, hanem azért akartad azt, hogy egy ilyen hálózatos üzletből vedd meg, és ne a patikából, hogy a te terméked ingyen legyen, nem? Tehát minden egyes táplálékkiegészítős üzlet, az ott vásárolt termékek, azok azért jók, mert ki lehet teljesen ingyenesen hozni a termékeket, és ugye ezek mind nagy értékű termékek, és hogyha 20-30-40 ezer forintos termékről van szó, ami havonta érint, nem biztos, hogy hosszú távon tudnád ezt folytatni, viszont hogyha hálózatos üzletből veszed meg, ki tudod termelni a tiedet, meg a családnak a fogyasztását, és innentől kezdve már mindegy, hogy mennyibe kerül a termék, és ez győzi meg másokat is, hogy belépjenek a rendszerbe, mert nagyon gyorsan ugye ingyenesre ki lehet hozni a termékeket, és utána már profitot is tud termelni. Na most ugye erről nagyon sokat lehet sztorizni. Úgy lehet sztorizni róla, hogy ugye mindig az első benyomás a leglényegesebb az ütős kezdéshez, hogy te miért kezdted el azt az egész táplálékkiegészítős üzletet, vagy bármit, és nem is az üzlet a lényeg, hanem egyáltalán, tudjátok, van egy ilyen bűvös dolog, hogy ezt azért nem gondoltam volna. Tehát írd fel, hogy ezt azért nem gondoltam volna, ez mind termékhatás ügyileg, vagy ezt azért nem gondoltam volna, hogy még ezt teljesen ingyenesen ki lehet hozni, meg még pénzt is lehet vele csinálni, vagy keresni. Na most ennek a sztorinak ugye szét kell darabolni több részre. Mert tudom, hogy nagy kísértés az, hogy te elmondj mindent. Átod szedték, hogy miért találkoztál, hogyan találkoztál, miért voltál szkeptikus, miért lettél utána egyre nem szkeptikusabb, hanem igen ember, és akkor utána darabolva. Ezt tudom, hogy egyszerre olyan jó lenne elmondani, csak az emberek nem fogják megérteni. Megmondom miért. Azért, mert az információnak, amit te kapsz, az elejét meg a végét jegyzed meg. Most is, amikor beszélek hozzá, becsatlakoztál a tréningre, de már nem tudod, hogy mit mondtam mondjuk 3 perccel ezelőtt, mert az elejét jegyezte meg az agyad, meg a végét fogod megjegyezni, meg hogy valamilyen benyomásod volt az egészről. És ez a titok, hogy milyen benyomás lesz az, hogy a következő videót is megnézzék, hogy a következő hírlevelet, ugye, ez a lényeg az egésznek. Itt sokan kérdezik tőle, hogy miről blogoljak? Hát, ez egy olyan titok, hogy hogyan, milyen információ alapján mondtál te annak idején igent. Hogy miért mondanál te igent. Ezt kell egy teszt sorozatba ugye elindítani. Na most a lényeg az egésznek az, hogy írsz egy 2-3 ilyen blogot, aztán, ha van kedved, megvideósítod, ugye ezt feltözöd a YouTube-ra, belinkeled az oldaladra, ha nem tudod, hogy kell, akkor segítünk. Tehát ugye a 3-4 blogot, hogyha össze van már állítva, megvan az alapházikód, ez már eladható állapotban van, úgymond ki lehet posztolni. Sőt, meg lehet azoknak mutatni, akik esetleg hasonló termékekkel foglalkoznak, netalántán épp a csapatod. Nézd, én most már itt fogok kommunikálni, elegem van abból, hogy állandóan egyik városból a másikba rohangáljak. Elmondom a sztorimat, elmondom a termékeket, elmondom azt, hogy lehet itt pénzt csinálni vele, be van téve a menüsorokba. Meg tudja ezt bárki nézni, akinek én odaadom a weboldalnak a linkjét. Értitek? Tehát az ütős kezdés az mindig az, hogy mi hamarabb az elkészített oldalba betenni egy 2-3-4 blogbejegyzést, és ezeket a blogbejegyzéseket betenni egy általad megkreált Facebook csoportba, vagy Facebook oldalba. És erre forgalmat irányítani úgy, hogy esetleg a Facebook csoportodba, úgy, mint ahogy én is most, elmondod, hogy te azért csináltad ezt a Facebook csoportot, mert úgy döntöttél, hogy ilyen mini információkkal ellátod a
csoporttagokat, akik érdekesnek találhatják ezt a csoportot. Most már biztos észrevettétek, hogy a Facebookba hiába hívsz be a Facebook csoportodba embereket, őnekik jóvá kell ezt hagyni, hogy tényleg szeretnének becsatlakozni. És ha jóvá hagytad, akkor ők már értesítést kapnak, ha te csinálsz egy videót. Itt ketté felé kell bontani a dolgot, érdemes live-okat is készíteni, úgy, mint ahogy én csinálom, látjátok, nem esik le a kezem, a fejem se, igazán gyorsan meg lehet csinálni, fölnyomsz magad mögé egy ilyen kis paravánt, lelóg egy piros háttér, látjátok, hogy nálam is ez egy, ingyen mutatom, ez csak egy függöny, látjátok, egy sárga háttér, csak valahogy jobb a szemnek jobb az, hogyha hirtelen figyelem felkelt, hogy a piros háttér van, de lehet itt zöld, kék, bármilyen. Ráadásul a hátam mögött lévő kuplerás, vagy a kupi se látszódik, elszörnyűködnétek néha. Tehát az a lényeg, hogy teljesen másolható a dolog, egy 1000 forintos vásznat fölnyomsz a hátad mögé. Innentől kezdve kicsit úgy beülsz, mint Kudlik Júlia annak idején a tévében mondó, hogy beállítod a kamerát, mutatok egy trükköt. Itt van egy ilyen csiplethető, lidibe kapható ilyen lámpa, nem kell nagy világítás technika se. Fogod magadat, valahol a csippented, most például ide, és fogsz egy papírlapot, egy fehér papírlapot, és nézzétek meg, kivilágosodik a teljes, hogy lehet játszani egy papírlappal. Mindjárt itt a teljes sötétség lenne egyébként, nézd meg, így. Bekapcsolom, és nézd meg, rá, ide teszem a papírlapot, és nézzétek meg, ezzel lehet irányítani a fényt össze-vissza. Ez a pici trükk belekerül, hogy 1200 forintba. Csak úgy mutatom. Szóval, visszatérve a blogolásba. Elkezded a kis live-okat a Facebookba, hogy te most föltöltesz olyan tartalmakat, amik érdekes lehetnek mondjuk az egészség szempontjából. Senkit nem akarsz meggyőzni, hogy mit tudom én, ez a világ legcsodálatosabb terméke, vagy üzlete, vagy bármi. Egyszerűen csak el akarod azt mondani, ami benned van, hogy mennyire jól érzed magad. És ugye minden táplálékkiegészítőnek van egy átfutási ideje, és ez a bűvös 90 nap, ez nagyon jó, akár testsúlykontrollt csinálsz, akár bármilyen egészségprogramot, lesz eredménye. Sőt, lesz méregtelenítési tünet is, amikor esetleg rosszabbul érzi magát valaki, ha nem iszik elég folyadékot, stb. Nem akarok belemenni. A lényeg, van miről írni 90 napon belül, meg utána is, mert mindig valamit föl fogsz fedezni a termékeden. Vagy a hatását, vagy valamit, amit megint hallottál róla, érdemes utána olvasni a terméknek, mibe különbözik esetleg mástól, és kimeríthetetlen az ötlet, ami majd jönni fog, hogy miről írjak. Hangsúlyozom, ez a legnehezebb része az egésznek. Csak azt kell tudni, hogy ez az, amire az emberek igent mondanak, és utána meg elindulni az olló technikával egy kicsit marketingelni, amit majd egy másik tréningen fog részletesen elmondani, csak az a lényeg, most azt szerettem volna, hogy egy ütős kezdés legyen. Becsatlakozol, megcsinálj gyorsan az oldaladat, illetve kezdve te addig összeszedsz minden olyan információt, amit úgy gondolsz, hogy majd rátegyünk az oldalra, elindítunk egy ilyen blogbejegyzéssel, vannak mintablogok, ha fölmentek az oldalamra, ott vannak a mintablogok, illetve, hogyha már van esetleg a te hálózatodban, vagy abban a termékcsaládban valakinek weboldala, megnézed, hogy ő hogy csinált egy blogbejegyzést, már tudsz mintát venni, tehát megtanulható, másolható az egész történet, csak te kell lesz hozzá. Úgyhogy így lehet elindulni nagyon ütősen, és akkor most egy picit a pénzügyi részéről. Ha azt mondod, hogy oké, okay, két legyet ütök egy csapásra, csinálom a saját cégemet, amiben benne vagy, és a tanulási folyamat alatt szépen kirakosgatom a posztokat, megindulnak a regisztrációk, csinálod még ugyanúgy, ha kell, az offline tárgyalásokat, és ott névjegykártya helyett esetleg weboldalt fogsz osztogatni, és fölküldöd az embereket a weboldaladra, mondd azt, hogy most alakult ki a weboldal, kezd már nagyon jó infokkal tele lenni, ajánld a weboldaladat, és innentől kezdve számolt ki
hogy onnan is fogsz majd kapni jövedelmet, ugye, mert többen fognak csatlakozni. Viszont, hogyha megnézed azt, hogy az online teremtésből is tudsz pénzt csinálni, én nagyon egyszerű, 25 dollárra tudsz csatlakoztatni embereket, és minden egyes csatlakozó ember után megkapod a 25 dollárt. Tehát magyarul 250 dollárhoz 10 ember kell. Ki tudod számolni pontosan, mennyi pénzt akarsz azonnal keresni, és utána passzívan ugye ennek a fele. És akkor még nem beszéltem mélységről. Ha ezt leültök, szépen papír elő, megtervezed, utána kialakul benned egy kép, és egyszerűen vagy engem fölhívsz, vagy a szponzorozat, aki ezt csatlakozol, és tervezzétek meg a ti saját stratégiátokat, ami egyébként blogolásból, emberek megkereséséből, illetve majd benneteket is keresnek meg emberek, és elindul az üzleted. Másképp nem fog elindulni. Oké? Okay? Na, ennyit hirtelen itt röpke pár percben, remélem tudtam segíteni, és holnap reggel gyertek, mert érdekes dolgokat fog hozni megint. Sziasztok, a teremtő erő legyen veletek, és találkozunk holnap reggel 9 órakor.